Sziasztok! A mai videóban bemutatom, hogy mit kaptam karácsonyra, plusz egy szülinapi ajándékot, mert hogy szülinapom is volt. Napomra voltak éppen csak pénzt kértem, mert hogy vettem egy kamerát, amivel most kamerázok, úgyhogy csak a dobozt tudom megmutatni. Egy Canon EOS 600D-t vettem, mert hogy olyat akartam, amiben így vissza tudom, vagyis meg tudom nézni magam, tehát most ki van fordítva a kamera, és ugye tükörkamera, vagy mi ennek a neve, mindegy. Úgyhogy ilyet akartam, igazából úgyhogy erre kértem pénzt mindenkitől. Az objektívem most, ugye a lencsém, az kölcsön van, mert egy drága objektívről van szó, és majd én is veszek magamnak valamilyet, de még nem tudom, hogy milyet. Térjünk is rá a karácsonyi ajándékokra. Először is azokat mutatom meg, amiket saját magamnak vettem. Ugyanis ugye mamától, papától, nincs papám már, úristen, mindegy. A mamámtól, apukámtól és másik mamámtól kaptam pénzt. Nem mondom, hogy az összeset elköltöttem, mert úristen, nem költöttem el csak a minimumot, de megmondom, hogy mit vettem. Megvettem életem első mekrózsát, gondolom mindenki ismeri a meket, igen, így mutatom. Én a Velvet Teddy árnyalatot vettem meg, na most azt hiszem, hogy így látjátok, de még talán így sem, mert nagyon-nagyon-nagyon picikével van ráírva az, hogy Velvet Teddy. Ez egy ilyen barnás, de inkább nem mondom, hogy rózsaszínes, de valami ilyen tónusú matt rúzs. A legjobb benne az, hogy beállítom, hogy éles legyek. A legjobb benne az, hogy matt, de mégsem, tehát ilyen szatén finishnek mondanám, de amúgy nem szatén finishű, csak mikor így utána néztem a mekrózsoknak, akkor ez egy, vagyis hát lehet többnél, de ennél azt láttam, hogy sokan írják, hogy hiába matt finishű, hogyha igazából ilyen szatén finishe van. Aztán megvettem magamnak a L'Oreal BB krémét, a Nude Magic BB krémét. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a BB krém elég drága, tehát nem mondom, hogy nem, ilyen 12 euró, és ha úgy veszük, akkor majdnem a fele, nem 13, majdnem a fele a MAC BB krémnek. Nem a legjobb. Azért mondom, hogy nem a legjobb, mert elég barna is ez a light árnyalat, nekem a light skin tone van, és nagyon-nagyon barna. És a másik ilyen dolog az pedig az, hogy most már sajnálom, hogy nem a MAC BB krémét vettem meg, mert nem sokkal drágább. Ennek az az érdekessége, hogy ilyen fehér, vékony BB krém, ugye? És amikor szétkened ezt a fehér, olyan, mint egy fehér krém, és amikor szétkened, akkor bebarnul az arcodon, csak hogy nem olyan jó foltokat hagy, úgyhogy ilyen, aki nem szeretne foltokat, az. Viszont most is ez van rajtam, jó, persze próbálom eldolgozni maximálisan, de ha nem... Ha valakinek nincs arra ideje, hogy két órát rakja fel a BB krémet, mert hát végig csak nem egy alapozóról van szó, akkor ezt nem ajánlom. Ma reggel jött meg a rendelésem, és megrendeltem a City Lips Pro szájfényt, ami négy színű szájfény létezik. És én ezt vettem, a átlátszó színűt. Igazából ez egy normál szájfény, ami feldúsítja az ajkakat. Na, most már ez nem olyan, mint amit a Avonban lehet kapni, vagy mit tudom, mi Oriflame-en. Ez 23 eurós termék, és teljesen normális. 10 percig rajta hagyod a szádon, illetve utána is rajta hagyhatod, rá kellhetsz rúst is, vagy fölrakhatod a rúzs fölé, és 10 perc után jön a hatása. Igaz, hogy kicsit felpumpálta az ajkaim, de csak egy picit, mondjuk én 5 perc után lekentem, vagyis letöröltem, mert mentem kajálni, és nem akartam azt enni.
Úgyhogy ma este éjjelre felrakom, mert ugye az van ráírva, hogy minden éjjel, ha felrakod a szádra, akkor növeli a szádat, és ez nem olyan, mint a többi szájfény, hogy el is megy a hatása egy idő után, hanem ennek így megmarad a hatása, úgyhogy kíváncsi vagyok rá. Én egy szlovák oldalon rendeltem, fogalmam sincs, a Facebook kidobott ilyen reklámot, és mondtam, hogy megrendelem. Meg 5 perc alatt felpumpálta a szám, de nem mondom, hogy annyira pumpálta fel, hogy mit tudom én mi, viszont nekem eleve nagyon vastag a szám, úgyhogy kíváncsi lennék, hogyha esetleg ti használtátok, és vékonyabb a szátok, hogy mit értetek el vele, mert szerintem el lehet vele érni szép dús ajkakat, mivel hogy az enyémét is felpumpálta, de viszont ma egyszer próbáltam ki, úristen, nem is tudok róla beszélni még annyira, úgyhogy tényleg fogom tesztelgetni, csak megmutattam, mert ma jött meg. Aztán megrendeltem, tegnap megvettem a Yankee Candle-nek ezt a fajta gyertyáját, ez a Soft Blanket, ez olyan illat, mint hogyha ugye, ez az illat olyan, mint hogyha friss párnákban pújnál bele. Nagyon jó. Néha el fog menni hangom, mert beteg vagyok. A télivélben vettem egy magas derekú, ez ultra magas derekú gatyát, ami sima-sima gatya, és itt a két térdénél meg van vágva. Hát ez egy ilyen 18 euró volt, innentől inkább mondok árakat, mert azt hiszem, hogy eddig hát a Macross, mindenki tudja, hogy egy 20 euró. Úgyhogy nem a legolcsóbb, de szerintem eddig a legjobb rózs, ami valaha volt nekem. És az utolsó dolog, amit tegnap vettem, az azért vettem meg, mert megint viszket az orrom. Múltkor is viszketett, és valaki azt írt, hogy állandóan vakargatom magam. Mindegy, most tényleg viszket, és száraz is, mert náthás vagyok. Mindegy. És az utolsó dolog, amit tegnap vettem, az Oszinak ez a sampon, balzsam és maszk szettje, ami le van árazva. Tehát most menjetek be a DM-be, ha szeretnétek 50%-os kedvezménnyel megkapni ezeket a szetteket. Igen. És ez 18-7 euró volt régen, és én megvettem 8 euróért, viszont nem 8 euróért vettem meg, mert volt 25%-os kedvezményem, és megvettem 6 euróért, úgyhogy yes! Nagyon örültem neki. Próbáltam visszacsomagolni nektek, mert én már most ezzel mostam hajat. Az illata nagyon jó, a maszknak van... Melyik a maszk? Ez. A maszknak van egy ilyen kaktusz, vagy milyen illata van, nem is tudom. Úgyhogy, ja, azért dobálom hajam, mert vizes, és fázom tőle. És nagyon puha a hajam tőle, úristen, és nagyon szépen csillog. Nem tudom, látjátok-e. De rá van írva, hogy ez ilyen csillogást ér el a hajadon. Na jó, most térjünk rá azokra az ajándékokra, amiket kaptam. Zeném is a barátnőmmel, akitől kaptam, ja, ezt még szülinapomra. Tehát amit karácsonyra kaptam tőle, az ez a Tangle Teaser kefe, ja, így igen. Ami ugyanolyan, mint a Tangle Teaser, csak a DM-ben az Ebelin árulja, vagyis hát a márka alatt fut, úgyhogy ezt kaptam meg. Megkaptam ezt még születésnapomra a Kuraproxnak az új Night Edition fog kefét, mert ezt szerettem volna. És kaptam egy, azt hiszem, Terranovás felsőt, ami, igen, ami az ezelőtti videómban volt rajtam, úgyhogy az ez. Tehát ezt a felsőt kaptam tőle, és imádom, szerintem teljesen passzol hozzám. A következő mondjuk legyen a testvérem, akitől az egyik Olafot kaptam, ezt a kisebbet, itt. Imádom az Olafokat. Olafokat? Csak egy Olaf van, úristen, bocsi. Imádom az Olafot. Imádom. Olaf függő vagyok, van Olafos pizsim, poharam, most már plüsseim is, hál' Isten. És bár mindenem lehetne Olafos, nem benne. Úgyhogy ezt a kisebb Olafot a tesómtól kaptam, illetve kaptam tőle egy doboznyi ajándékot is, és megmutatom, mi van benne. Kaptam tőle egy Love Naturals
Oriflame-es ilyen szájfény, aminek nagyon finom epres illata van, nem színez abszolút, csak ilyen hidratáló szájfény valami. Ugye megkaptam az Oriflame-nek ezt a kis tojáskáját, azt hiszem, hogy ez az egyszerű, vagyis hát az nincs ízesítve, vagy illatosítva. Ez az az egyszerű, azt hiszem, igen. Azt hiszem, nekem ez még nem is volt meg, nekem csak ezek a kókuszos, cseresznyi és mindenféle, úgyhogy ezt kaptam tőle. Aztán kaptam tőle egy Balázs mandulás hidratálót, ugye szájra való. Még ezt el is láttam, most nézem, hogy ezzel nem is találkoztam meg a DM-ben, azt hiszem. Aztán kaptam tőle egy kókuszos tusfürdőt, amit már régebben egyszer használtam, és nagyon szeretem, és amúgy ez egy ilyen csillámos tusfürdő, de nem maradnak rajtad a csillámok, legalábbis nem vettem észre, hogy rajtam maradt volna. Aztán kaptam tőle a Balának ezt a mézes, így volt, csak már az egyik felének a felét elhasználtam, ezt a mézes arcpakolást. Kaptam tőle egy Balázs ilyen, amúgy ez jó, ez tetszett, mert ez ilyen miteszerek ellen, meg pattanások ellen ilyen pörlőkendő. Kaptam tőle egy vaníliás tusfürdőt, ugye ezt már nagyon sokszor használtam, és imádom az illatát. Kaptam tőle egy sambont és egy balzamot, a Balának ezt a Frangipani Perle samponját. Abszolút nem tudok németül, és ezen csak németül van. Gondolom a perle az ilyen gyöngy valami, és a frangipani az valami virág. De tök jó ilyen virágos illata van. Ilyen... Igen. Ilyen... krémes virágos illata van. Aztán kaptam tőle egy Balea dezodort, csak ilyen sima dezodor, és aminek a legjobban örültem, mert nem számítottam rá, úristen. Jó, ez csak egy ilyen Balázs dolog szintén. Ez a Balának ez a Aqua, nem Aqua, Spray on Body Lotion, ami azt jelenti, ennek az a lényege, hogy ez egy krém, csak sprayes változatban, tehát így magadra fújod, csak most nem akartam sokat. És elkened, és amúgy nagyon finom illata van, és nem tudom miért, de Nivea illata van. Igen. Úgyhogy ez egy nagyon jó termék, ezt szerintem próbáljátok ki. Nem drága, én azt hiszem ilyen 2-3 euróért láttam még anno az üzletekben, úgyhogy nem hiszem, hogy annyira drága. A barátomtól kaptam a nagy Oláfot, aki itt van. Itt ül. Szia! Szia! Úgy szeretem az Oláfokat, gyertek ide. Gyertek mamához, Isten! Kicsi édes aranyok, hogy én mennyire szeretlek titeket, megzabállak. Aranyok. Úgyhogy a nagy Oláfot tőle kaptam, hát természetesen nem beszéltek össze a testvéremmel, mint látjátok. De én örülök neki, úgyhogy. Aztán kaptam tőle egy Instax fényképet, ugye tudjátok, vagy nem tudjátok, van nekem egy Fujifilm fényképezőgépem, ami azt jelenti, hogy a kép kinyomtassa az adott fényképet, amit fényképezel az adott pillanatban, és ahhoz kellettek nekem már ilyen képek, mert ugye 10 képet kell belerakni egyszerre a fényképezőgépbe, és már csak ilyen két kép van nekem benne. Úgyhogy mondtam, hogy ez jó volna karácsonyra, úgyhogy kaptam egy ilyet. Kaptam tőle egy ilyen sütis, mert megettem belőle két sütit. Sütis, homemade sütis, üvegcsés sütiket. Na, ezt jobban nem is tudtam volna leírni. Finom sütik vannak benne, ezt mondhatom. Pozsonyban azt mondta, hogy talált egy ilyen üzletet, ahol a nő, akit úgy hívnak, hogy Doris, csinálja ezeket a sütiket, és hát örültem neki. Aztán, aminek a legjobban örültem, és ezt kértem, az az a Palmolive set volt, amit azért akartam annyira, mert van benne egy folyékony szappan, málnás, és hogyha kinyomod, akkor ilyen hab jön ki belőle. Úgyhogy én ezt annyira akartam, hogy ezt mondta neki, hogy ezt kell.
És van benne egy ilyen testradírós tusfürdő, aminek eszméletlen jó illata van. És van benne egy tusfürdő, ami ilyen mandulás, rózsás, nem tudom mi. Mert nekem nem tetszik az illata, igazából férfias illata van, úgyhogy ezt így valakinek átpasszolom majd. De lényegtelen, mert igazán az érdekelt belőle az a szappan, meg amúgy az a testradír is nagyon-nagyon fini. Azt hiszem, hogy ez a passion fruit van benne. Az apukámtól pénzt kaptam, az anyukámtól kaptam egy ilyen Dove-os szettet, amiben van egy Dove tusfürdő, egy Dove krém, egy Dove szappan, egy Dove... mi ez? Dezodor, és egy Dove sampon, aminek annyira örültem, hogy már ki is próbáltam. Amit kaptam még tőle, ez az FNDF-ből, ilyen zokni kötek csomag. Nagyon tetszik ez a zokni. Imádom ezeket a zoknikat, mert amúgy mindig fázom, és akkor ezek jól jönnek. Az utolsó, amit az anyukámtól kaptam, az egy Victoria's Secret-es melegítő nadrág. Teljesen egyszerű, de nagyszerű. Nagyon jó, nagyon szeretem. Nagyon szép a mintája, mert minthogy ez a... Ja, nem is lehet látni. Habár lehet, hogy látjátok, hogy ez egy ilyen fekete, szürke, csillogós valami, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik. Nagyon jó volt. Nem tudom megmondani, hogy melyik jobb, az Aussie vagy a Dove Shampoo. A Dove Shampoo-nak jobb az illata, de az Aussie... Mindegy, erről majd beszélek később mondjuk egy kedvences videóban, hogyha már tudom, hogy melyik a jobb, mert ugye egyszer használtam a Dove-ot, egyszer az Aussie-t, és így most nem tudom, hogy melyik a jobb, úgyhogy ezt kaptam tőlük, és ennek az az érdekessége, hogy gyere már le, hogy ez egy ilyen tasakban van benne, egy ilyen nagyon jó anyagú kis táskának is nevezhető cuccocska, ami ilyen cipzáros. A barátom mamájától kaptam egy Dove szettet, amiben van egy Dove dezodortus fürdő és egy szappan. Aztán kaptam a testvéremtől, a másik testvéremtől, a Stradivariusból egy nagyon-nagyon szép kardigános, kabátos kabátot, mondjuk rá. Én ezt kabátnak fogom hordani tavasszal, és így télen pedig kabát alá kardigánnak. Aztán kaptam tőlük, vagyis tőlük, mert hát egy család, kaptam ezt a rénszarvasos pulcsit, ez a H&M-ből van amúgy, és ez van a fejeden igazából, szóval én egy rénszarvas vagyok, ha ezt felveszem. Így. Tehát ja, nem így, de értitek, így kell felvenni. És akkor van egy ilyen masnid itt a nyakadon, és hát egy bazi nagy rénszarvas vagy. Barátom anyukájától kaptam egy ilyen vízfertőtlenítő dolgot. Nagyon, tudom, furán hangzik. Egy ilyen kancsó, beleöntöd a csapból a vizet, és ez így kifertőtleníti. Tudom, de nagyon szerettem volna, úgyhogy azt kaptam, de nem hoztam ide, mert nincs itt most. Úgyhogy az utolsó, amit mutatok, az pedig Monitól van, ugye barátnőmtől, és igazából tőle nagyon szép ilyen dobozkát kaptam, amit fent hagytam, és most fel nem megyek. Monitól kaptam egy DVD-t, az Aranyhaj DVD-t. Aztán kaptam tőle ezt a Mark & Spencer-es Candy Cane cukorkákat, mert mondtam neki, hogy jaj, láttam őket, és ezek igazán mentolos cukorkák, és hogy mennyire szerettem volna őket, és ő megvette nekem. Aranyos. Kaptam tőle a Balea borotválkozó habot, mandarinosat, és ez vicces, mert valamelyik nap még karácsony előtt nézegettem, hogy megveszem magamnak. Aztán kaptam tőle, úristen, ennek nagyon-nagyon örültem, úristen. Kaptam egy ilyen mason jar innivaló dobozkát, innivaló poharat, ami így néz ki. Tavaly is kaptam tőle egy mason jar, de ez sokkal jobban néz ki. Ez úgy néz ki, mint egy candy cane, és imádom. Imádom, oda-vissza vagyok, érted? Nagyon-nagyon tetszik. Ide van írva, hogy homemade, tehát az
ezt valaki gondolom csinálta, de úristen, gyönyörű, szerintem ez brutális, ebből fogok inni mindent. Igen. Még a csapvizet is. Nem tudom, emlékeztek-e arra, hogy én vettem neki Baby Lipset, ezt a Winter Edition-t, és mit ad Isten, ő is ezt vett, csak épp más színben, ő ezt a rózsaszínt vette meg nekem. Ez a Sugar Cookie nevezet viseli, és nagyon finom süti illata van, meg íze is, mert megnyaltam. Ja. Amit tőle kaptam még, az a Balának ez a vaníliás habfürdője, úgyhogy ennek nagyon örülök. Még tőle egy Essence Ice Stage, mi? Igen, Ice Stage. Ugye ez a szemhéj alap? Azt hiszem, igen, igen. Szemhéj alapozó. Nagyon örülök, mert nincs szemhéj alapozó. És kaptam tőle egy Essence All That Grace matrúst, azt hiszem, hogy ez matrús, és a neve pedig Roaring Red, ja nem lip gloss, akkor szájfény. Próbáltam, és nekem olyan hatása volt, mint hogyha egy matrús volna, viszont nagyon szép színe van, ahogy ti is látjátok, ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép szín. Ja, gyerekom a kezemre, és megmutatom. Tehát ilyen színe van. Aztán, amit még tőle kaptam, az az Essence-nek a Winter Wonderful palettája, aminek nagyon megörültem, nem számítottam rá abszolút, és imádom ezt a palettát. 5 szín van benne, és már összeset használtam, és összeset használom, mivel hogy ezt a 4 szint itt elől használom a szemhéjamra, és ezt az 5-et pedig a szemöldökömre. Kaptam tőle még egy Ebelines Beauty Blender hasonlás. Az utolsó dolog, amit tőle kaptam, az a Balás Sweet Smoothie tusfürdője. És én ezt a másik barátnőmnek megvettem ezt a szettet ugye karácsonykor, benne is van a karácsony, mit vettem karácsonyra videóban, hogy kimondom ezt a cukersnut szavat, amit még most se tudok kimondani szerintem. Úgyhogy igen, ezt még megkaptam, és ugyanolyan az illata. Persze, milyen is volna. Úristen! Ezek lettek volna azok a dolgok, amiket most kaptam karácsonyra. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és ja, remélem, hogy boldog karácsonyotok volt, és nem tudom, hogy ez a videó fele kerül holnapig, holnap van szilveszter. Nem hiszem, de ha véletlenül nem kerülne fel addig, akkor remélem, hogy sok sikeretek lesz az új évben, és boldog új évet kívánok, bár mindegy, mikor kerül fel a videó, akkor is boldog új évet kívánok nektek. Sziasztok! De gondolom, tudjon, nem vettem rég, mert ő mos rám, úgyhogy. De mindegy, azt fogom még megvenni hozzá, egy teljesen hosszú, szürke felsőt, amire rá van írva, hogy ilyen amazing valami. És nekem